Gabriella, jó embert keresünk ez a műsor címe. Találó lesz, mit gondol a mai alanyunkra? Hogyha Varga Józsiról van szó, akkor igen. Ki ő? Varga Józsi, ő a Család utcai állatorvos rendelőnek a vezető orvosa, és hozzájárunk már, amióta a kutyánk velünk van. Ő pedig nem más, mint Dág lesz, ez pedig a Jó embert keresünk magazin, és a mai napon bemutatjuk önöknek a tényleg csupa szív és szinte 0-24-ben praktizáló állatorvost, Józsi Dokit. Jól mondom? Mert már becenevet is kapott. Igen, ő a Józsi Doki, igen. Mindenki csak így ismeri a harmadik kerületben is. Szerintem Budapesten is sokan visszajárnak, még hogyha kerületet is váltanak. Tartsanak velünk! Pont középre kerül így a vizsgált szívoldal. Itt, ez. Ez a lángnyel. Egy kis lángnyel van. Az a lángnyel van. És szerencsére nem nagy. Ott, most láttad. Nagyon pontos beállítást igényel. Van olyan, az ember megálmodja, hogy én állatorvos leszek? Ha igen, hány éves volt? Tippelnék 5-6, se. Jó a tipp, a 6-6. Az első általános osztályban, első osztályban találtam ezt ki. És ahhoz, ez az ideához kézzel lábbal az útra ragaszkodom, és nem bántam meg. Sőt, ha újra kezdeném, ugyanezt csinálnám. Rémülten néz, minthogyha ez életbe vágó kérdés lenne. Igazi aranyos, befogadott kutya természetesen mondható. Mondanom sem kell. Az emberek azt szokták mondani, hogy gondolkoznak, hát hiszen ez egy életre szóló döntés, hogy mivel foglalkozunk, milyen hivatást válasszunk magunknak. És gondolkoznak azon, hogy jól-rosszul döntöttek. Az ön esetében akkor nyilván egy pillanatig sem kérdés a válasz erre, nem? Ez pillanatig sem volt kérdés, és egyetlen egy durva megtorpanásom sem volt. Hullámvölgyek, mint mindig az ember életében vannak. De én úgy érzem, hogy ez a gondolkodásmód, hogy váltani kell x évenként, és teljesen más profilt csináljon az ember, ez nem biztos, hogy egy szakmájában megelégedett és szakmáját, imádó szakmáját szerető és abban elmélyülni tudó embernek a gondolatmenete. Ez sokkal felületesebb szerintem. Tehát az az ember, aki belehabarodik abba, amit csinál, szerelmese lesz a munkájának, mint én, annak azt hiszem, ezt kell továbbra is folytatni, és én így gondolom, hogy ezt is szeretném tovább folytatni. Mi lesz veled egyébként? Kutya. Aha, akkor jöttök be egyből. Ez szokásos. Persze. Jó van, okos van. Ezt nem szabad puszkodnod a szorrodat. Oké, jó. Most 72 óráig nem lehet puszilgatni. Jó? Azért, mert az oltás az idő alatt ered meg, és kb. Ennyi idő alatt van ez a nyálkártya, ez a korokozó jelen, és ez egy bizonyos esetben ember, de nem nagyon, de bizonyos esetben egy immungyengülettel rendelkező embernek is tud problémát okozni. Az ő nyugtatója a gazdit is éri? Igen, egy olyan suttogó a doktor úr, és igazság szerint az emberekkel is nagyon jól bánik. A kislányomnak mindig annyira aranyos, mindig egy fecskendőt, vagy valamivel meglepi. A kutya az érzi, hogy hogyan bánnak vele, én úgy gondolom, és egy kutya ugyanúgy, mint az ember, hogyha boldog, akkor egyszerűen öngyógyításba is átmegy. Veszik-iszik egyébként? Veszik-iszik. És jó a hangulata? Van kutya. Kaki van rendesen? Igen. Már hogy lehet beszélni. Állj neki szerintem. Át lesz nézve ultrahanggal, és röntgennel egyaránt meg fogjuk vizsgálni. Jó? Egy kicsit belezek, az jó van neki a szájába. Na, az ritka, hogy így vizsgálható a fogalmalacnak. Jó, majd jobban megvizsgáljuk. Elveszett állatok alapítvány. Ennek az ideája hogyan és mikor jött, és mi lett az eredmény? Látok itt számadatokat is a falon, tehát azért azok beszédesek. Nagyon-nagyon régről datálódik a dolog, amikor egy kis rendelő voltunk, és egyre másra hagyták itt az állatokat bennálunk. Megtelt a kapacitásunk, és gondolkodtunk, hogy lehet még többet, jobbat tenni az ügy érdekében, az állatvédelem érdekében. Kitaláltuk azt, hogy segítséget kérünk, a gazdik segítsenek azon, hogy mi ezeket az állatokat elhelyezzük és gyógyítsuk. Akkor lettünk alapítvány, idestől már 15 éve. Utána az alapítványunknak a profiljait kezdtük kilakítgatni, hogy nem csak a bedobott állatok, hanem az olyan gazdik is nagy számban vannak, akik nem tudnak megfelelő anyagi rászánást
tenni egy állatnak a kezelésére. Ők kapnak egy kedvezményt? Így van. Ez a nagyon fontos, ezt hívom egy kicsit úgy, hogy helyben hagyó kezelési rendszer. Tehát a gazdinál marad az állat, de nem tudja elvégezni a kivizsgálását, a drága műtétet nem tudja elvégezni. Ezeknek az állatoknak segítünk. Az alapítványnak nagyon fontos feladata és egy nagy falat. Ez az egy nagyon nagy része az alapítvány munkáknak. És továbbá, hamar rájöttünk arra, hogy ha jövőt szeretnénk formálni, akkor a gyerekeket kell állattermészet és környezetvédelme nevelni. Társakat találni egy ilyen ügyhöz könnyű volt? Mennyire könnyű feladat? Nem. Egyáltalán. Ez egy őszinte műsor, hát ez az igazság. Ez igen. Nem, mert rengeteg otthoni munkával, plusz feladattal jár. Rendkívül nagy tisztelője Kingának. Igenis, ez egy küldetés. Ez nem az állatorvos lesz egy olyan dolog, amit választottam, csinálom, munkálkodok, állatokat mentek, de ez egy hasonlóan érdekes dolog, hogy gyermekekkel való foglalkozásra fel kell készülni, arra otthon rengeteg anyaggal elő kell állni. Kingának hívna, és azért jöttem el hozzátok, hogy beszélgessünk egy kicsit a felelős állattartásról. De mondjuk most játsszuk, mondjuk még nincsen állatod, csak ki szeretnéd találni, hogy mondjuk szeretnél, és milyen. Mi ebbe a felelősség? Honnan indulsz el szerintem? Hát hogy... Mi teszed be erről? Hát az, hogy milyen a én kapacitásom az állattartásra, hogy mondjuk le tudom vinni 7-szer naponta sétálni, vagy nem. Mondjad, Barni! Hát nem, akkor szeretett van. És mi jött? Szerintem az, hogy gondozod naponta, ugye sétálni viszed. Neked ez olyan, igen, mint a foglalkozás, hogy foglalkozol veled, szereted. Körülbelül hány embert sikerült megtalálni ezzel? Hú, rengeteget, tehát ezt megmondani nem tudom. Tehát de jó hallani ezt. Nagyon sok óvodában, ott vagyunk iskolában, nagyobb gyerekeknél ott már tudunk beszélgetni az állatkínzásról, ezekről a komolyabb témákról. Ez a faj a világ leggyorsabb csigája. Ez viccesen hangzott, igen. A nyálkás felét, vagy csak a házát szeretnéd? Lehet a nyálkás. Hát nagyon bát a két kezedet kérem. Ez van súlya rendesen. Ha így előjön, akkor 15 cm hosszú. Tényleg? Nagyon, ők nagyon nagy. Oviba szoktunk énekelni, hogy csigabig a gyereké, de... Várunk egy picit, akkor egyszer csak kijön. Azon gondolkozom itt nézve a történéseket, hogy tulajdonképpen, hogyha őket sikerül megtalálni, ezt a fogékony korosztályt ennek, akkor majd lehet, hogy pár évvel, évtizeddel később kevesebb paciense lesz a felelős állattartók miatt a mindenkori Józsi doktoroknak, nem? Igen, ez az egésznek a célja. Innen indult az egész, hogy ezt álmodta meg Józsi doki, hogy nem csak a jelenlévő állatokat, hanem hogy neveljünk fel egy olyan generációt, akiknél az állatvédelem a világ legtermészetesebb dolga. Lehetünk optimisták? Igen, nagyon-nagyon fogékonyak a gyerekek. Milyen érdekes dramaturgiai sorsnak, hogy pont szerettem volna tényleg segíteni kihozni egy nyúlkeltrecet, de sajnos ennek már nincsen oka, ugye? Oka fogyott, és marad itt ezért. Igen, én idehoztam, a nyuszink 7 év után meghalt, és akkor így a alapítványnak ajándékozzuk ezt a ketrecet, mert sok nyuszi van itt, és akkor ők tudják hasznosítani. És tudják, hogy létezik egy ilyen alapítvány, aki ezzel foglalkozik? Tehát ennek híre ment? Elég sokan ismerik, igen. Hát illegább akkor tud máshol hasznosulni, ugye? Igen. Igen, úgyhogy tovább él a ketrec, és fog tudni segíteni állatoknak. Doktor, és mennyi papír zsebkendő fogy itt el naponta? Van azért, sajnos azért nekünk a csúnyabb dolgok is a munkánk részét képezik. Szerintem nem lehet érzelmek nélkül teremben lenni, nem? Nem. Hát van, hogy hátra szadok bőgni egy nagyon régi kedves pácienst el kell engedni. Ezért talán elit is ítélnek, de én már elmeséltem, hogy nekem itt teljesedik ki az életem. Ez szerintem részét képezi az érzelemvilágomnak, hogy elérzékenyülök, amikor egy olyan baj van, amit egy olyan kedves régi páciensemmel történik, akit már akár 11-12 éve ismerek és kezelek.
valamiért sunyizott, tudta, hogy neki a produkciója van, és elbújt a mosókonyhába, fiamat kellett előkotortatni ezzel. Doktor úr, nem tudom, hány kávé kell egy napra nagyjából önnek? Hát ma, hogy 3, de 10 is előfordul. Csak azért is kérdezem, mert hogy jut-e idő arra, hogy az emberek kicsit kimozduljon, vagy csak akkor, hogy eljön a tévéstáb? Mert hogy most ön nem dolgozik, hanem pihen. Ez így van, de pont ez a vidék, ez a terület a gyermekszolgám része, római parti nevezek, és úgy érzem, hogy a szervezetem és a lelkem csak úgy egész, hogy a rengeteg munka mellett a sportot is üzöm. Nehogy már a Józsi doktort úgy lássuk, hogy nincs egy állat a közelébe, a keze ügyébe. Legfőbb a saját jószágom, ami persze, hogy ugyancsak befogadott kis jószág, ez az Elza, és őt is megsétáltatjuk. Mondjuk Elza nem szeret rendesen sétálni, rakoncátlan kis jószág, minden a cipésznek a cipője, de legalább befogadott jószág, és a családi kedvenc. Az a dolgunk, hogy szeressük egymást, mert ez az egyik utolsó kapocsa természettel, azért ez a járványhelyzet nagyon sok rosszat okoz az emberiségnek, és egy-egy cica vagy kutya lelket tud tartani. Nagyon nagy pacientúránk van, és ismeretségkörünk is nagy, és rengeteg jó példát látunk. Csak arra tudom buzdítani az embereket, hogy a szeretet, a környezetünk és a természetünk iráni szeretet, és egy kis állat felé történő szeretet, az nagyon-nagyon sok jót tud tenni. Azt mondta, hogy Józsi doktor, hogy rengeteg jó példát látunk, hát ez én is csatlakozom így adásunk végén. Egy nagyon-nagyon jó példát láttunk. Ez volt a Jó Embert Keresünk magazin. Köszönöm szépen az önök figyelmét, amelyre természetesen a jövő héten is számítok. Viszontlátásra!